sziasztok! Köszöntök mindenkit egy új videóba. Nem más, mint vezetős vlogféleség lesz. Ma megyek több felé is, úgyhogy gondoltam, felveszem. Már úgyis jövünk, megyünk. Bejárjuk a félvárost, most a külvárosban vagyunk. Leszünk szinte a központba, és össze-vissza, tehát járkálunk a városba egész idő alatt. Most pont nála van a kamera is, fel is van töltve, hely is van rajta, elvileg elég, úgyhogy lehet egy kis videózás. Nappal van, bár nincs túl jó idő, de bőven vállalható lesz a minősége még így is a videónak. Nem tudom már, hogy van beállítva, őszintén megmondva, de ez most olyan lesz, amilyen. Ha jó lesz, jó, ha nem lesz jó, úgyis jó. Telefonos applikáció Android 5-ön nem működik. Úgyhogy Cumien téren. Na de hát ez van. Viszont megnézem, hogy lát a kamera rendesen. Bemegyünk a városba, onnan elszámolunk azokra a helyekre, ahol kell menjünk. Mindenhol lesz egy kis szünet, mert meg kell menjünk ide-oda. Elintézem a dolgom, aztán jövünk itt vele. És akkor minden elvégzünk, akkor megyek haza. Ma szerencsére nem kell haza. Csak ilyen apróságnak kell elintézni a városba. Amikor dolgozok majd akkor, és dolgozni dolgozok majd akkor. Aztán. Nem tudom, nézzenek a kesztyűtől a dolgok. Még mindig szerint. Ott van benne egy ilyen telefontartó, és több mint van hozzá a kesztyű. Na, hát mi szépen haladunk. Megyünk, mert intézünk dolgokat. Lehet, hogyha úgy alakul, még lesz videó a más felé is, mert az asszonyra is megyek vásárolni. Meg még kell menjek ide-oda, úgyhogy lehet, hogy csinálok a videót is ma. Azt, hogy zörög az autó, elnézést érte. Mióta mély nyomom van, azóta ez van. Mozog az egész autóban minden, úgyhogy amit zöröget rajta, most szinte minden zörög. És nem nagyon van, mit csinálják vele, mert úgyis újra elkezd zörögni. Amit tehetünk kellene, felhangosítjuk a zenét, és már nem is hallani az egészet. Szóval nincs semmiféle zaj. Egyszerű és egyszerű megoldás. Ennyi már nincs. Iskolás. BMW-vel jártam. Ezek annak idején én csak egy kis rohadt jóval jártam, amikor csináltam a sokkal. Már BMW-vel, meg Mercedes-kel, meg ilyen autókkal járnak. Kíváncsi, amikor megütik egyet-egyet, hogy tetszik nekik a szervizelési díj. Na, hát ez van. Úgyhogy így jártunk. Kaptunk szabadságot egyébként, tök jó. Egész lazák vagyunk, barátok már ketten, mind a ketten szabadságot.
is a kamerán, de jó, hol van, az így is. Kint elég borongós idő van, ennek ellenére elég meleg van. Meglepően meleg van. Annak az autók öröm hallani. Közben látom már, elég késő van. Kerestem az egyik futárszolgálatot, baszki, egy órán keresztül, mire megtaláltam. Megkérdeztem 10 embert. 10-ből az utolsó tudta csak hova kell menni. Végül kiderült, hogy nem vagyok rossz helyen, csak teljesen másik irányba mentem, mint kellett volna. Hát közel voltam már, de még sok ahol kellett volna. Úgyhogy fasza volt nagyon. A lényeg az, hogy csak oda találtam. Még az egy órát fordulottam ott a környéken, mert luxus kérni ma már, hogy mi hol mi van. Látogatják a helyeket a cégek, hogy az nehéz nyomon követni, ki hol van, hova költözött. Néztem az interneten, találtam 2 címet, teljesen más volt, mint ami nekem kellett volna. Na, itt fasz a kis dugó van. Hát, ezt tudom, nem itt jövök. Tetszenek nekem ezek a hibridek. Mint volt ez a kis Toyota, bár a Nissan volt kicsit jobban bejön Prius. Vagy Toyota Prius, Nissan Prius, tudja, passzol meg. Na, az meg itt aztán jó kis sor van. Beszoptam. Most már minden jól megy. Most már tényleg beindulnak ezek az autós videók is. Jön a jó idő, ahogy mászkálok a városba össze-vissza. Mikor mászkálok és nem dolgozok, akkor majd csinálok egy-egy videót is. Szóval sokszor van úgy, hogy nem vagyok egyedül. És akkor nem tudom a kamerát így ide tenni. Max ide tenném a és úgy, de ahogy láttam, ti úgy szeretitek, hogyha látjátok az autó belsejét is. Tehát ez a kamera pozíció. Az én fejemet most nem látjátok, mert kómás vagyok, kedvem sincs hozzá, meg most nem szarakodok annyit vele. Úgyhogy most csak ilyen verziót kaptok. Hát, milyen sor van, baszki. Amúgy eladtam a fasz a kis monitoromat, a 34-es ultrawide LG-t. Most visszamentem egy 26-es Full HD-ra. Hát, elég gáz. Hát, IPS-ről vissza LED-re. Az is sima TN panel. Jó régi modell. De hát jó olcsó, megkaptam. Otthonról úgy is sokat ülök már gép előtt, ha ülök, akkor is bemászok a laptop elé, az jó van. Én
nem volt nagyon értelme. Tartsam a 34-est, mert nem használom ki effektív, meg úgyis kellett a pénz másra. De elég jól eladtam ahhoz képest. Főleg úgy, hogy én startból már másképp vettem. Mert kb. Féláron vettem meg már annak idején, 2 évvel ezelőtt. Üzletben volt 3200-3300 lei, én meg megvettem 1800 leért. Újonnan garanciával, pontatlan csomagolásban. Úgyhogy jó üzlet volt, én megvettem 1800-ért, eladtam 1400-ért. Tehát 400 lejt buktam rajta csak, ami kb. 1000 forint. Ilyen áru monitornál szerintem abszolút vállalható. Ennyi. És nem probléma. Mondjuk, hogyha megvettem volna eredeti áron, és most kevesebb, mint a felér adom, mert 2 év alatt biztos ered vágok. Bár az is lehet, hogy akkor egyszerűen csak nem adtam volna el. Szegényke, ő is partolók volt magának, de hát nem valószínű, hogy fog találni. Mázlia van, az egyik most húz ki. Van egy csöves az útszélén, tegnap adtam neki 5 lejt, mert itt jaj, nem tudja kifizetni az albérletet, így meg úgy. 5 lej az mit tudom én, 300 forint. Picit több. Adtam neki 300 forintot, mert úgymond megsajnáltam. Jó kedvembe kapott el. És akkor azt mondja nekem, hogy hát de neki nem 5 lej kell, hanem neki 100 lej kell, mert annyi kell még, hogy kifizesse a szállást. Hát mondom, bazd meg, jó, hogy nem kér egy egész havi fizetést. 100 lejért az én is dolgozok 2 napot, 3-at. Megjön, és akkor belém köt, hogy hát neki 5 lej az nem elég, hát mondom, bazd meg, akkor ad vissza azt is. Hát nehogy már, ahelyett, hogy örülne, hogy kapott egyáltalán valamit, még pretenciója is van, és olyan összeget kér, bazd meg, hogy sokszor én is örülnék, ha lenne nálam annyi pénz. Ez meg annyit kér, ott egy kis koldos az utcán. Hát azt hittem, hogy megrugdosom. Komolyan mondom. Van a bőr a papájukon, bőrem ezeknek a koldosoknak is fogadjanak meg. Nekem... Lehet, hogy ide fogok érni, hogyha... másik helyen nem találom meg, ami kell nekem. Most már én is el kellene kezdjek parkolót vadászni. És akkor az első úti célunkhoz el is érkeztünk. Mert ide kell jöjjek a sarokra ebbe az épületbe. Ha vállalják az én problémámat. De remélem, hogy vállalják. Ha egyáltalán van még itt valami, mert ahogy látom, nem semmi. Ah, van ott arrább, jó. Na, vadászunk parkolót. Ott a sárban nem állok meg biztos. Én onnan, ne, oda nem szállok ki. Inkább sétálok egy kicsit. Olyan kurva nehéz ebben a városban az meg egy parkolót találni nappal. Annyi autó van parkoló, meg alig van. Meg annyit kell állni sorba, mire oda jut az ember, hogy valahol eljusson. Kész katasztrófa.
És akkor eljutsz, ahova akarsz, de akkor se tudsz semmit csinálni, mert effektív nincs helyet, hogy megállj. És akkor megint teszel egy kört, vagy megállsz az istánta mögött, és a mázlidban még megint ültetnek. Mert vagy tilosba állsz meg, vagy valami, mert effektív nincs, hol megállj. És mindenki megállott, ahol tud, mint ezek is itt. Megállnak az útszélén, illegálisan úgymond, és kész. Csak ha nem lenne ilyen retek szutyok idő, akkor még, na oda beállok eljönni, gyere kifele. Gyere már! Egy fasz fogadta oda beízeni. Mi a faszt akarsz? Én állok oda be, te szarházi! És ilyen cigány munka, bazd meg, és nem fogok oda tudni beállni, mert ez a kis faszfa jön és ürít. Megüti az autómat. De itt van, bazd meg, egy ilyen forgalmas út. És akkor is. Menj ide, nem állok be. Mit ittegetsz, te paraszt? Még ő neki áll fel, bazd meg. Ugye oda megyek, azt megutasom. Nem elég, hogy lefoglalják az utat, meg nem tud az ember parkolni tőlük, de még kommentálnak is. Na hát, mi elértünk az úti célunkhoz. Innen folytatjuk a videót, ha bejön a kamera képe. Sziasztok! Sziasztok! Megyünk tovább. Végeztünk, problémámat megoldják, de nem mára, csak már holnap valamikor, vagy legrosszabb esetben hét. Úgyhogy kurva jó, de legalább megcsinálják. Úgyhogy megyünk tovább. Megyek egy ismerősömhöz, visszaviszek neki egy gépet, és utána irány haza. És mára. Kaptuk vezetős videót is, és megnéztem a kamerát, ezzel, tehát Full HD-ba 60 frame-en veszi fel. Se lesz problémátok szerintem. Egészen vállalható lesz. Hazamegyek, összevágom, kirenderelem, és estére már fent is lesz. Csapassunk egy kis zenét. Még kitiltja ezt a YouTube-a rákba. Látjátok, milyen faszán lehet itt közlekedni? Megölték az egész központot, mióta nem nagyon lehet közlekedni a központon keresztül. Azóta körülötte az összes utca be van így állva. Mindenhol építkeznek, felújítanak, szűkek az utcák. Minden adott ahhoz, hogy ne lehessen normálisan közlekedni. Úgyhogy csoda jó minden. Rengeteg idő kell, mire eljut valaki egy pontból a másikba, szörnyű. Itt van a városnak a főutcája, azon megyünk most keresztül. Kisbabát átengedjük, meg a fekvőt szépen anyját. És látjátok, milyen kurva jó utak vannak itt is.
fordítani, katasztrófa, beállna az egész közlekedés. Szóval valahol megértem azt is, hogy nem tudnak meg itt fejleszteni, mert szopás lenne. De mondjuk az is igaz, hogy egyszer megcsinálnak rendesen, akkor jó pár évig nem volna vele problémájuk. Szerintem hetente lesz egy videó, vagy két hetente egy videó annak függvényében tényleg, hogy hogy érek el. Most lesz különböző hosszúságúak, mert ez most viszonylag hosszú videó lesz. De a többi lehet, hogy rövidebb lesz, mert leugrok valahova, vagy mit tudom én. A hétköznap melóból most elmegyek kajáért, vagy hogyha valami nagyon sürgős intézmény van, akkor intézmény is tovább. Nem nagyon lesz ilyen hosszú videó, amikor megyek mindenfele. De mondjuk ez se egy izgalmas videó, mert amilyen lassan lehet haladni, meg közlekedni, nektek se szerintem olyan nagyon élvezetes. Tehát ez van. Aki Nagyváradra jön, számoljon ezzel a dugóval. Mert ez egész este 6-ig mindig így van. 6-ig, fél 7-ig. A utána már azért felszabadul az egész város. Lehet közlekedni. És gyorsabban. Ilyenkor viszont nem lehet. Bárhol megy az ember, mindenhol dugó van. Ilyenkor csak válasszuk azt az utat, ahol mégis úgy gondoljuk, kisebb a dugó, de mindig nagy. Reggel 8-tól este 6-ig katasztrófa. Hátamnál is olyan sor van már, hogy a kanyarba is állnak. Előttünk itt most két út megint egybe megy, úgyhogy mind a kettőre jönnek az autók. Úgyhogy szar. Kanyarba is állnak az autók, nagyon faszra. Rendőrautó most megy el mellettünk, és ő is beparkol, és pólóval. Ezek is megkapták az új autókat, a rendőrség ilyen kis holszegen pólók, 1-2-es meg 1-3-as benzinmotorral, már nem tudom pontosan, de nagyon pici benzinmotor van bennük. Hát, most gondoljátok el, ezek elindulnak az ember után. Ő már 100-on vagyok, hogy még akkor vált 3-asba 60-nál. 140-nél meg 150 maxnál, meg szevasz, tavasz. Én meg már lehagytam őket egy kilométerrel.
és nekem sincs csak egy 1.9-es dízelem picit tuningolva. És akkor mit szólnak azok, akiknek van ott egy 3000-es dízel motorjuk, vagy egy 3000-es benzines motor? Már elszívnak egy cigit, és ezek még el se indultak. És a mérgébe odalép neki, mint az állat, ezt lekapcsolják a rendőrök. 16 Celsius fok van. Marha jó. Mondjuk nem is bánja az ember itt. 16 és 24 fok között az olyan tök ideális, legalábbis nekem. Annál melegebbet nem szeretem, annál hidegebbet se annyira. Bár inkább legyen hűvös, mint meleg. A hidegre fel tudok készülni, felöltözök, de a melegre mi a fasz legyek még le magamról. Tiszta szerencs, hogy a irodánkban van légzés is, meg minden télen is jó meleg van. Nyáron hűvös van. Faszan. Nem mint a régi cégem, mi ott is volt légkondi, de hát baszhattuk, ha nem működött. Ez a gyökér előrébb mehetne, mert az én autómnak a fele még az úton van. Na de hát neki BMW-je van, megteheti. Hátamhoz még azért beállt egy autó, le is blokkált egy sávot. Ez is szarul van itt megoldva. Csak úgy, mint szinte mindenem a városban. Na, mi mindjárt ide is érünk, hova kell jöjjünk. Vadászok itt is egy parkolót. Itt beugrok, beviszem a gépet, beszélgetek picit a haverokkal. Ennyi lett volna ez a videó, köszönöm a figyelmet, sziasztok! Sziasztok! Megyünk tovább. Jobban mondva, megyünk haza. Most már. Közben itt esettünk kicsit az eső is. Mert miért ne? Fejem az azt, hogy lássam, ne vigyek el valamit haza. Ez az, hogy lerendezve, majd megint együtt vásárolunk.
te meg taxis barátom maradj ott az anyukádban. Jól, eltöltöttem itt az időt. Volt kollégáim voltak, máskülönben nyitottak saját számítógépes üzletet, szervizet, aztán segítettem nekik BIOS-t találni egy faszak kis Lenovo-hoz. Újra kell érnem BIOS-át, mert Supervisor Test volt van rajta, és nem lehet semmit csinálni vele. Újra kell érnem BIOS-át, ebből segítkeztem nekik egy kicsit. És most megyünk hazafele. Jó a régi kollégákkal találkozni, főleg mikor még szereted is őket. Ennyien. Ügyesen merek, az biztos. Talán a legügyesebbek az egész város. Két nap alatt belenyomtam 100 km-t az autóba, csak így a város.